Az eurozónában ugyanúgy, ahogy az Egyesült Államokban egy elég erős év volt a 17-es, ugye itt a harmadik negyedében 11 első negyedév óta nem látott mértékben nőtt a GDP, és nagyjából beérkeztek decemberig a fontosabb makrogazdasági mutatók, konjunktúra indikátorok, és azt gondoljuk, hogy 17 lehetett az évtized egyik legerősebb éve. Ami a kilátásokat illeti, ismét el tudjuk mondani, hogy minimálisan felfelé tudtuk módosítani a egyrészt a tavalyi évre vonatkozó végleges várakozásunkat, illetve a előttünk álló két évre vonatkozó GDP prognózisunkat is. Most arról kell beszélni, hogy hát látjuk már ennek a fellendülési ciklusnak a végét, és okunk van azt feltételezni, hogy a 2018-as év lehet ennek a ciklusnak a csúcsa. Mindez azt jelenti, hogy rövid távon még erőteljes fellendülésnek a folytatódására számítunk. Itt elsősorban az idei évre gondolom, de 19-től egyes támogató tényezők azok elhalványulnak, és lassulás veheti kezdetét a növekedésben. Ami jó hír, hogy mindemellett más dolgok kifolyólag, majd erről fogok beszélni a későbbiekben, az infláció 19 és 20 során egy idejévi átmeneti lassulás követően ismét egyre közelebb lesz majd az Európai Központi Bank középtávú céljához. Ugye miről van szó? A tavalyi évben látott erős növekedés, ami hát valószínű, hogy valahol 2,4% körül lehet, ami aztán majd idén akár 2,5-2,6% körül is alakulhat. Ugye mivel a növekedés szerkezete nem változott, elsősorban itt az erős háztartási fogyasztásnak, illetve továbbra is igen, igen masszív vállalati beruházásoknak köszönhető, az export pedig egyre inkább hozzá tud járulni a külkereskedelmen keresztül ehhez a növekedéshez. Kezdeném talán a háztartásokkal. Miről van szó? Egyrészt tovább javul a foglalkoztatás, a munkanélküliség iránta, ugye lejött 9% alá, itt az euróvezet egészéről beszélek. A foglalkoztatás bővülés üteme az már nagyon-nagyon lassan, de fokozatosan emelkedik. Ugye továbbra is alacsony az infláció, ami azt jelenti, hogy van egy az inflációnál valamelyest magasabb bérdinamika a teljes övezet egészében, így reál értékben a keresetek szépen tudnak emelkedni. Ugye a fogyasztói bizalom nagyon-nagyon magas, ezt hát nagy mértékben támogatja az, hogy ugye a háztartások adóssága csökkent, saját vagyonuk az nőtt, ugye elsősorban itt az ingatlan árak, nem csak itt Kelet-Közép-Európában, hanem Nyugat-Európa egyes pontjain is megfigyelhető szárnyalásának köszönhetően. Tehát azt lehet mondani, hogy háztartások esetében a háztartások mérlege az sokat javul, ugye mindez hozzájárul az, hogy a fogyasztási hajlandóság az egyre erősebb, ez látszik a kiskereskedelmi adatokon, ha megnézzük autóeladási statisztikákon, és nem csak a központi országoknál, hanem a periféria országoknál egyaránt. Tehát van egy nagyon markáns, erőteljes lakosság kereslet, alapvetően ez adja az elsődleges pillérét ennek a most már 2,4-2,5% körüli növekedésnek. Ami a vállalatokat illeti, hát továbbra is ugyanazokat a tényezőket lehet felsorolni. Itt a tőkeállomány megújítása iránti igény az egyre fokozódik, még mindig van, a kapacitás kihasználtsága az már 2008 elejé szinteken áll, lényegében a vállalatok adóssága is csökkent. Ugyebár a nagyon-nagyon alacsony euróvezeti kamatlábak miatt volt szép számmal a vállalati kötvénykibocsátás, de ugye mivel arról beszélhetünk, hogy csúcson vagy csúcs közelben vannak az európai tőzsdeindexek, a saját tőke, idegen tőke aránya a cégeknek nagy átlagban az historikus mélyponton van. Tehát azt jelenti, hogy historikus mélypontra esett a vállalatok tőkeátételi mutatója. Ugye ez egy nagyon-nagyon erős érv amellett, hogy hát ha nem most, akkor máskor sem fognak beruházni. Hát egy nagyon jó időszak ez az állóeszköz megújításra a vállalati szektorban. Nem beszélve arról, ugye említettem, hogy a kamatkörnyezet, illetve a hitelfeltételek azok továbbra is adottak. Egyébként lakosság esetében is már 3%-ot meghaladó vállalatok esetében pedig lassan 3% közeli a kihelyezett hitelek éves növekedési üteme, tehát a hitelezés is el lehet mondani, hogy mindkét szektorban igen erőteljes. Egyébként ami a hitelezést illeti, azért itt a válság, tehát 2008 előtti 2007-es szintek a vállalatoknál, illetve a
háztartásoknál 10-15%-os éves növekedési ütemet mutattak annak idején, tehát ez a 3% körüli új hitelek, új hitelkihelyezések éves növekedési üteme, ez még jóval elmarad a válság előtti szintektől, tehát azért a hiteldinamika az nem annyira erőteljes, még hogy az Európai Központi Bank hátradőlhessen, de alapvetően a folyamat jó, itt van egy fokozatos emelkedés, és hát azt látjuk, hogy kamatok nem is nagyon emelkedtek itt az elmúlt egy-másfél-két évben sem, az utóbbi hónapokban sem, sőt egyes esetekben nagyon rövid benchmark kamatlábak tovább is süllyedtek. Tehát igazából a vállalati szektor is nagyon-nagyon jól teljesít, ami a foglalkoztatást illeti. Ott látunk már olyan tényezőket, ami egyrészt fékje vagy korlátja lehet majd ennek a növekedésnek a későbbiekben. Azt gondoljuk, hogy majd itt a bérdinamika az még gyorsulhat, most olyan 1,5% körüli szinteken van. Ehhez alapvetően az kellene, hogy a munkanélküliség egy kicsit gyorsabban csökkenjen az egyébként optimálisnál még bőven kétszer magasabb szintekről, ugye itt 8,7-8,6%-os munkanélküliségről beszélhetünk az Euróövezet egészében, míg a tengeren túlon már bőven 4% körül az alatti szinteket mérhetünk, vagy idehaza is, tehát azért a természetes átlag az valahol az Euróövezet egészében is egy 3,5-4% között lenne, tehát messze van még az optimálistól ez a szint a válság előtt, és azért nagy átlagban egy 6-7% volt jellemző 2006 és 2008 között. Amit fontosnak tartok elmondani, hogy itt a nominál jövedelmek alakulása az a továbbiakban is két fontos tényező együttese lesz majd. A foglalkoztatás bővülés, illetve a bérdinamika. A bérdinamikában azt mondtam az előbb, hogy várunk némi javulást, és azt feltételezzük, hogy ez majd ellensúlyozni fogja azt a lassulást egyébként, ami a foglalkoztatás növekedésben még itt várhatóan nem is az idei évben, de a következő két-három év során, ami alapvetően hát nem csak itt a régióban, hanem egyes déli tagországoknál is tapasztalható szűkös munkaerőpiaci helyzet, tehát elsősorban kínálati problémák miatt a foglalkoztatás növekedés az lassulni fog, és ezt a mostani nagyjából 1,2-1,3% körüli szintet is hát nehezen fenntarthatónak gondoljuk, itt inkább egy ilyen 1-1,1%, tehát nagyon-nagyon visszafogott foglalkoztatás növekedésre számítunk. De még egyszer, ennek summája azért az lesz, hogy egy lassú ütemben a nominál jövedelmek azok emelkedni fognak, és a háztartások elvásárlóereje az emellett azért meg tud szépen maradni, hogyha nagyon nem szalad el az infláció, és ami az inflációt illeti, azért annyira továbbra sem fényesek a kilátások. Ugye itt a tavalyi év, bár ugye éppen most kaptunk decemberi végleges adatokat, a tavalyi év átlagban 1,5% volt az Euróövezet egészében. Idén mi némi lassulást várunk, itt alapvetően bázis hatásból kifolyólag az első hónapok az inflációt illetően visszafogottabban alakulhatnak. Egy átlag 1,3%-os inflációt várunk idénre, aztán ez 19-ben ismét gyorsulhat, 19-re 1,7%-ot várunk, és hát 20 során pedig valahol 1,8% körül alakulhat, a maginfláció ugyancsak 1,8% körül alakulhat. Mindez nagyjából megfelel annak a várakozásnak, ami nagyjából az előző negyedében, vagy egy negyedében korábban is jellemezte a mi véleményünket, illetve az Európai Központi Bank és a piaci vélekedést is, hogy az inflációs cél valamikor 20 során lesz elérhető. Összességében, ami itt a kamatokat illeti, kamatkilátásokat illeti, jelenleg azok a piaci várakozások, hogy valamikor 2019 közepe táján kezdődhetnek el a kamatemelések. Ez összhangban áll a mi várakozásunkkal, és ahogyan figyeljük és nyomon követjük az Európai Központi Banki döntéshozók kommunikációját és véleményének alakulását, nagyjából ezt lehet reálisnak mondani. Itt az Európai Központi Bank egyébként ugye decemberben, ahogy az MNB is szokott, közölt friss statisztikát az inflációs várakozásaival kapcsolatban. Az idei évre 1,2-1,4-re húzták fel az inflációs prognózisokat. Tehát az idei évre vonatkozóan 19-re, illetve 20-ra vonatkozóan azonban nem változott. Ugye 20-ra volt már egy előzetes indikatív várakozásuk, tehát alapvetően itt a
tett a várakozásukról, tehát az LKB várakozásról azért azt el lehet mondani, hogy ez érdemben nem változott. Ugye itt, ami inkább érdekes és izgalmas lehet az idei évre, hogy a mennyiségi lazítás az majd tényleg véget ér a szeptemberben. Ugye 60-ról 30 milliárd euróra csökken januártól a havi vásárlási keret, és jelenleg azt tudjuk, hogy ezzel a köztűzerővel a vásárlások azok szeptemberig folytatódnak, szeptember végén folytatódnak. Annak azonban, hogy akkor véget is érjenek és kivezessék ezt a programot a piacról, már olyan értelemben, hogy a friss vásárlások nem folytatódnak, csak a lejáratokból fognak vásárolni a továbbiakban állampapírokat, illetve más állati kötvényeket, szubvencionális kötvényeket. Mindenek az a feltétele, hogy az az általuk várt inflációs pálya, de leginkább 18-ra várt 1,4%-os átlaginfláció az úgy tűnjön, hogy teljesül, és nyilván emiatt majd a nyári hónapok lesznek nagyon izgalmasak, amikor is el ugye közel kerül a szeptemberi tervezett lezárás, és látják, hogy az átlag az hogyan alakulhat. Mindehhez pedig azért az kell, hogy a jelenlegi bérdinamika, illetve alapvető inflációs folyamatok azok, és az olajára, hogy a levet az előbb említette, azok hát legalább stabilan maradjanak a mostani szintjeiken, és nagyon megmondjanak ezekkel kapcsolatosan a kilátások. És még az eurodollárról szeretnék egy-két mondatot mondani. Ugye 2017 során egy bő 10%-kal erősödött az euró majdnem minden fontosabb tartalék devizával szemben. Közel 14%-os erősödés volt a dollárral szemben, eurodollárban ez hát igen látványos volt. Ugye arról beszélhetünk, hogy a 14 végi 15 felé egy 1,20-as szint fölé visszajött az árfolyam. Ugye elmögött a felértékelődés mögött hát nagy részt a igen sokat javuló növekedési kilátás, kisebb részt pedig azért itt a várható likviditás szűkülése állt. Ugye ezek a folyamatok azért itt fennmaradnak az idei évben is. Nem beszélve arról, hogy ugye a növekedési kilátások ismét javultak, illetve egyre közelebb vagyunk a 19-es várható első kamatemelésekhez is. Az idei évben, illetve a következő években további fokozatos eurófelértékelődésre számítunk. Ami az euró-dollár viszonylatában azt jelenti, vagy jelentheti, hogy az 1,24-1,25 körüli szintek jöhetnek vissza majd az év végére. Ez egyébként nincsen messze attól, ahol most tartózkodik az árfolyam. De mégsem 10%-os további felértékelődésről beszélünk, itt 2-3%-os idei évi erősödésről beszélhetünk közvisz, illetve nagyjából 19-re is ez a várakozásunk. És azt gondoljuk, hogy a korábbi 1,35-1,5 közötti szintek, amik 15 előtt jellemezték az árfolyamot, az a valószínű, hogy itt a következő 3-4 évben nem fognak visszaköszönni, tehát egy valamelyest alacsonyabb szinten fog stabilizálni